Szerintem addig fényképezzen az ember, amíg nem reszket a keze, az enyém már reszket. Mert az azt jelenti, hogy mire én a képemet beállítom, addigra késő a képhez. És akkor egy más képet csinálok, amit egyáltalán nem volt szándékomban. És azt, amikor előhívom, és nem éles, meg el van mozdulva, akkor mérgelődök, akkor, mi, akkor minek csináljam én ezt? De aztán megint rám jön, és akkor nem tudok ellenállni. Megint megpróbálom. Tapasztalom, hogy a nagyon sok ember nem lát úgy, ahogy én. Ahogy egy vizuális lény lát. Másképp nézi a világot. Nem veszi észre azokat, vagy nem tartja fontosnak azokat a dolgokat az életben, amit egy vizuális lény vizuális szempontból fontos, nagyon fontos. És akkor ez egy olyan nagy különbség az emberek között, hogy ki tudja csinálni vagy értékelni azt, amit fotóval vagy filmmel el lehet érni. Mindenki az égvilágon fotografál manapság, nem? Mert ami egy snapshot, amit én is csinálok, rengeteg snapshot. De én tudom, most snapshotot csinálok, most pedig fotografálok, én azt tudom, mikor, mi. De a többiek nem. A 92 éves világhírű fotoművész Ata Kandó a II. Világháború után hagyta el végleg Magyarországot férjével, Kandó Gyula festőművésszel, és 3 gyerekével. Jelenleg egy holland tengerparti kisvárosban, Bergenben él. Hallo. Hallo. Feliciteren voor mijn verjaardag. Ja. Het was een grote feest. Ja, ik hoorde het. Ja. Ik heb vrienden met me mee vanuit Budapest. Vanuit Budapest. Nou, u bent ook nog genoemd in het nawoord van ons. En waarschijnlijk komt er een grote foto van u te hangen hier in de winkel met de presentatie. Kiadnak egy könyvet, most mondja. Egy képen van nekem benne, amely képet én nem szeretek, de ők nagyon jónak tartják. És abban van valami szöveg is én rólam, meg lesz itt egy nagy plakát ugyanabból a fotóból. Ata Kandó második férjével, a szintén fotós Ed van der Elksennel 1954-ben költözik Hollandiába, és itt köt életre szóló barátságot az akkor már híres fotós Besnyő Évával. Gyerekei jelenleg különböző országokban élnek, velük, unokáival és dédunokáival, főleg e-mailen tartja a napi kapcsolatot. Most lefényképezem őket. Milyen fény van.
Szemüvegem. Mind van már biztos jó. 200-250. Nincs több. Nincs több. Na. Egy jó pihenőhely, nem? És mikor szép idő van, ide jövök olvasni, írni naplót, terveket. De meg akartam írni az önéletrajzomat, és annak a, mondjuk az első harmada már kész, és a többi még hiányzik, és azt még meg kell szervezni. De mivel az emlékező tehetségem folyton romlik, hát ebből ez problémát fog okozni. Most már is az időhiány is. Nem hiszem, hogy elkészül. De hát nem van fontos. Atakandó nagyapja Beke Manó matematikus. Szülei Görög Imre és Beke Margit műfordítók, akik együtt fordították többek között Dosztojevszkij Bűn és bűnhődését. Olyan szép volt a mamám, és zongorázott. És úgy emlékszem rá, hogy a zongoránál ült klasszikus zenét, Beethoven, de Führer Elízét játszott. És volt rajta egy olyan fekete, nem csipke, de olyan kicsit átlátszó, hosszújú, nagyon szép blues, és nagy barna haja, nagy kontya volt. Nagyon jól emlékszem rá, mintha tegnap lett volna. Az édesanyja első könyve az önről szól. Ez a... Az Ata könyve. Az Ata könyve. Igen. 15-ben írta, és az Inger és Wolfner adta ki. És milyen pedagógiai elvei voltak az édesanyjának? Hát nagyon vad modern, hogy egy gyerekre mindent rá kell hagyni, hogy a gyerek sokkal, mindent sokkal jobban tud. Na hát, kicsit túlzok. De hát ez mind benne van az Ata könyvébe, hogy ő ezt hogy fogta föl, és hát forradalmi elveket vallott. Ezért lettem Ata, mert azt én nem tudtam kimondani, hogy Etelka, két meg három éves koromban. És azt mondta, hogy mondtam, hogy Ata, és akkor ő azt mondta, hogy hagyjanak békébe, és hadd mondjam, és akkor én vagyok az Ata. Ez pedig a Beke Villa. Ez volt a Rózsadombi ház. Igen. A Heim Péter uralommal ott éltünk, fasizmus volt Magyarországon, és engem beszerveztek a KIMSZ-be. Az mi pontosan? Kommunista Ifjú Munkások Szövetsége. Mindenféle hülyeségre használtak bennünket. Azt se tudtuk, mit csinálunk. Adtak mindenféle iratokat, meg cédulákat, és azt vidd el ide, meg oda, meg amoda. És Óbuda, nem tudom, hova kellett elvinni nekem éjjel. Hát őrültségeket csináltam. Hány éves volt akkor? 17. 16. 16. És akkor ott elkaptak. Heim Péter személyesen. Akkora pofont adott első pillanatban, amikor elkapott. Óbudán az utcán éjjel, éjszaka közepén. És akkor bevittek a rendőrségre, rettenetesen elvertek. Úgy elvertek, hogy egy akkora teremben, mint az a szoba, onnan a másik oldalra csúsztam. És akkor becsuktak. Mennyi időre? Két hétre, és nagy nehezen kihúztak onnan a papám meg a nagyapám. Mondván, hogy hát egy 16 éves gyerek az igazán nem tudja, mit csinál, és ez igaz volt. Volt egy csoport, a Szociáldemokrata pártban úgy hívtak bennünket, hogy az opozíció. Annak is tagja voltam, és a József Attilával együtt mentünk a Hármat határhegyre kirándulni, és ő a cipőjét a kezébe vitte, a cipőfűzőnél lógatva, hogy spórolja a talpát.
cipőnek. És egész gyerekkoromban azt hittem, hogy festő leszek. Először a Jasikhoz jártam, és onnan aztán átkerültem a Bortnyikhoz, és ott ismerkedtem meg a Kandóval. És akkor csináltunk egy kiállítást, festő és rajzkiállítást, hol? Alig, hanem a Szép Művészeti Múzeumban. Nem. Műcsarnokban esetleg? Tessék? Műcsarnokban talán? Nem tudom már hol pontosan. Csak azt tudom, hogy a terem írtó magas volt, a plafon nagyon magasan fönt volt, és ott kellett mindenféle drótokat, vagy spárgákat, vagy mit köteleket leengedni. És abban az én férjem nagyon sokat tehetett, mert magas fiú volt, hosszú ember volt, és eléggé fizikailag képes. És egy írtozatos magas létrának a tetején, ottan dolgozott fönn a plafonnál, akaszgatni képeket, meg minden, és én nagyban bámultam, és csodáltam őt. Akkor még nem volt köztünk semmi. Ja, azt hiszem, abban a pillanatban szerettem bele, amikor a létra leesett, eldűlt, és ő megérkezett a földre, törökülésbe, és nézett fölfelé flegmatikusan, és nem szólt semmit. És akkor én beleszerettem. És sátorba éltünk 3 hónapig Nógrád Verőcén. Nem volt lakásunk. Nem volt pénzünk. Ott laktunk, berendezkedtünk egy sátorba, és ott festett a férjem, és rajzolt. Már akkor is érdekeltek engem a fények és az árnyék. Akkor még messze voltam a fotótanulástól. És azt a portrét is akkor csináltam, ami egyik legjobb képen maradt világ életemre. Akkor még nem tanultam fotografálni. Megkaptam az iparengedélyt, akkor mi visszamentünk Párizsba, mert nekünk az volt a célunk, hogy ott éljünk. És akkor én már ott fotografálással akartam csak foglalkozni. Egyszer találkoztam Picassoval, egyszer találkoztam a Brassaival, a Dom kávéházban, meg a Kupolban. De magó. Oda jártunk kávézni. Egy kávé mellett órákig ottan lehetett mindent csinálni, beszélgetni, meg újságokat olvasni. Hát aztán bejöttek a németek, majdnem ilyen altunk, és én közben teherbe estem a Tamással, 40-ben, és aztán rájöttek, hogy nem vagyunk franciák, hanem magyar állampolgárok, és egyszerűen haza toloncoltak bennünket. És akkor megérkeztünk Budapestre, és annyi ennivaló volt, mikor megálltam a Szénatéren, hasonba a Tamással, néztem a kilakatot, azt hittem, kiesik a szemem is, meg a gyomrom is, libamájak, tömérdek és világítás. 2 évig már csak sötétben éltünk Párizsban. Semmi világítás nem volt szabad, mikor miután a németek elfoglalták Franciaországot, és Budapest ki volt világítva, tele volt kajával, akkor elkezdtem zabálni, és a Tamás is megtette a magáét, hála Istennek, az utolsó 4 hónapra. És akkor 41. április 8-án megszületett. 2 év múlva még megszületett a 2 ikrem is, 43-ban. Mind a kábor kellős közepén, hát elején mondjuk. De aztán tört ki a botrány, főleg 43, 4 és 5. Egyszer elmentem, nem volt már mit enni, és csak úgy lehetett ennivalót szerezni, az ember cserélt. Összeszedtem ruhát, varrótűt, kalapácsot, amit csak volt, hogy beváltsam krumplira meg tejre, és biciklivel közlekedtünk. De a gumikat már mind leszették róla, mert az neki köllött, és nem lehetett venni. Úgyhogy a biciklimen gumnak híre hamva se volt, csak kerék. De még volt egy pár csizmám, és pokoli hideg tél volt, hó. És biciklizek, megyek cserére, csereútra.
hogy a gyerekeim éhen ne halljanak, meg a többiek is, hát mindenki igyekezett, de a zsidóknak nehezebb volt közlekedni, mert abból baj lehetett. Úgyhogy aztán jön egy orosz katona, nem volt több, mint 16 éves, de lehet, hogy még annyi se. Megállít, szállj le, magyaráztak, oroszul, magyarul, mit tudom én. Azt mondja, a csizma, az kell nekem. Azt mondja, muszáj nekem csizma, és mutatta, hogy rajta van egy szandál a mezitlábján. Hónap kell mennem harcolni a Balaton jegére. Bocsáss meg, azt nagyon udvarias volt. Ne haragudj, de nekem még jobban kell, mint neked. Lehúzza a csizmámat abba a pokoli hidegbe. És a gumitlan biciklivel úgy kellett hazamennem a krumplival, meg mindennel a hóba, cokniba. Még most is annak issza a levét a lábam. Hát szóval ilyeneken át, mégis túléltük, illegalitásba vittük a szüleimet. És hogy sikerült őket kihozni a gettóból? Hamis papírokkal. Én már nem emlékszem, a férjem csinálta mindezt. Egyszer majdnem föl is akasztották. Mert még azt is megtette, rengeteg nőt ismert, és túl sokat. Na mindegy. De volt köztük egy csomó, akit berámoltak az auschwitzi vonatba. És akkor elment utánuk Kassára, csináltam lepedőből egy nyilas karszalagot, nagyon szép volt, zöld, piros, fehér, zöld, és azzal kivezényelte nem tudom hány tucat embert a vonatból Kassán, és aztán segíts magadon, az Isten is megsegít, csak a vonatból ki. Azt ő csinálta, és elkapták. Az volt az óriási mázlia, hogy a rendőrség, az ottani határőrség egyik tagja osztálytársa volt, és nem volt nyilas. És ez becsukta a WC-be nem tudom hány órára, és aztán kinyitotta az ajtót, és mondta neki, hogy csinálja, mit akarsz, de tűnj el. De ha még ezt folytatod, akkor fel fognak akasztani. Akkor tanultak meg a gyerekeim járni, hogy ők mit éreztek, mit érteni nem értettek, de sok mindent megéreztek. És hát túlélték. Nézték a repülőgépeket. Kevés lehetőség volt élvezni a gyerekek bébikorát. Együtt mentünk Párizsba, itt van. Nagyba kezdtem fotografálni. Utcai munkát megint. És rövidesen a kapa beprotezsált a magnumhoz. Elmentünk nyaralni Ausztriába és Svájcba, ahol az unokatestvérem élt és meghívott Bázelbe. És akkor csináltam az első fotókönyvemet az utazással kapcsolatban. 55-ben. Az álom az erdőben. A legnagyobb része elesett pillanat. Hát beállítottam annyiból, hogy amikor a lepke odaszállt a Madeleine óra elé, akkor mondtam neki, hogy most nézd fölfelé egy kicsit, és ne és siess, mert nem akarom, hogy elmegyen a lepke. És akkor, ha nem volt a fény jó, akkor mondtam neki, hogy egy kicsit menjen arrébb vagy valami. De nem sokat. Ne, úgy nem, hogy az egy jelenetnek lett volna a szám volt. Csak később alakult ki, mikor előhívtam és összeraktam. Én ezt úgy emlékszem erre. Én egy másik ilyen dombra kellett előbb, hogy felmászak, az eltartott egy fél óráig. Miket oda feljutottam, és akkor nekik mondtam, maradjatok ott. És aztán majd onnan ordíthattam, mert messze volt a másik domb. Akkor kiabáltam persze, hogyha arra fordította az arcát, akkor nem láttam ott a képen. Ez nehéz volt ez a fotó.
De olyan szerencsém volt, mert ez a Süsten pass, és azt mondják, hogy ez mindig felhőben van a csúcs. Akkor sütött a nap nekem. Azért lett ennek a könyvnek hamar nagy sikere, mert akkoriban még nem volt divat és fotós ilyen kevés fénnyel, ilyen jó képeket csináljon, flash nélkül. Ebben ez egy úttörő munka volt. És a szöveget a Tamás írta, aki 14 éves volt akkor. Franciául írta először, mert lefordítottuk hollandra. A másik, ami miatt ebből siker lett, az egy olyan ok volt, ami abszolút nem tőlem származott, hogy kinevezték ezt erotikusnak, ezt a históriát. Akkor kezdték tanulni az Odysseust a gyerekek az iskolába, a Homéroszt, és akkor jutott eszembe, hogy még egy hasonló dolgot lehetne csinálni. Azt már úgy terveztem, hogy könnyű legyen. Ez egy dupla oldal. Ez szerintem egyik legjobb képe. Egyszerű, nincs benne semmi plán, és mégis. Mert a kezébe tartja a napot. Az is valami. És szépek a felhők, és a földközi tenger mindig békés. Ez volt a probléma itt. Homérosz szerint ő majdnem megfullad akkor, és azért ezt a képet nem tudtam másképp megoldani, mint két negatívból. Úgyhogy megcsináltam a tengerképet egy telelencsével előbb, és aztán a Tomiról egy beállított képet. Akkor megérkezik oda, be akar jutni a királyhoz, meg a királynőhöz. És akkor őt is láthatatlanná teszi a Zeus, hogy ne legyen semmi baja. Hát hogy csináljak egy láthatatlan valakiről képet? Így csináltam, hogy a keze látszik meg a lába, de ő nem. Mindig, de nagyon kiszámoltam, mikor, hánykor, merre, meddig, milyen oldalról, melyik látszögből. Athéne? Hát az ilyen pillanatokat bizony nagyon igyekezni kellett kifogni. És nem lehet sokáig ottan vacakolni, mert akkor már nincs az a fény. Meg ez majdnem, hogy elmulasztottam. És jó, úgy néz ki, hogy óriásit ugrik, pedig hát Istenem, csak éppen ide ugrott, aztán itt még itt érkezett meg. Warte, wenn ich kann fragen, wann er will ja kommen? Ah, mein Uitgeber, oh, a kiadó, el akarja hozni, el akar hozni próbanyomatokat nekem mutatni. Nee, dit is fotocopie. Dit is geen drukwerk. Dit is alleen even om het ontwerp van het omslag te laten zien. Om wat? Dit is het ontwerp van het omslag. Oh, ja, ja. Maar dit is, ach, dit klopt allemaal niet, het is te klein. Dit is de titelpagina. 48 évvel később kijön ez a könyv. 48 évvel azután, hogy csináltam. Azért ez egy csoda. Az is egy csoda. Az is, hogy túléltem a világháborút, de ez is. Hát. Került a sor, hogy leverték a forradalmat, és hallottuk, hogy 100 meg 100 gyerekes család jönnek el, menekülnek, és hát szóval az osztrákok igyekeznek befogadni őket, meg stb. Akkor gondolkoztam, hogy valamit kéne segíteni,
És akkor mondom, mit tudok csinálni, fotózni, azt tudok, hát akkor azt kéne, ahol kéne valamit kezdeni. Akkor végre a Violet Cornelius mondta, hogy ő szívesen velem jön. Egy képe a Violetnek, ő csinálta is, mert nem éles, de nagyon szép kép különben. Itt játszik. És ezt a dalt játszotta a gyenge Violának. Elhervadt a szár, ezt a kuruc népdalt muzsikálta, és akkor jutott eszembe, hogy ez legyen a szövege a könyvnek. Négy sort lefordították 10 nyelvre. Az oldalak, amelyiken a szöveg van, mindig sötétebbek lesznek. Az első fehér, az utolsó sötét szürke, fekete az utolsó. És attól eltekintve azokat a nyelveket párosította össze, akik akkor ellenségek voltak. És ott volt ez a család, szép asszonya, hát, és nálam volt egy alma, vagy több alma, egy alma alig, ha nem volt még. És azt odaadtam, hát már nagyon régen nem láttak almát. És akkor csináltam ezt a fotót, a szerencsémre, akkor el voltak foglalva az almával is. Azért lett ez a fotó olyan jó. És a sajtó elkeresztelte a Szent Családnak. Rengeteg gyerek volt, és olyan is, akik egyedül voltak. Ezt írja az Árpád bácsi. Bácsi, fiam lehetne. Hogy látszik, hogy a fényképezőgép mögött egy asszony áll, akinek gyerekei vannak. Azt írja az előszóba, Gönc Árpád, igaza van. Félmillió holland forint jött össze ebből a könyvből. Mégpedig úgy, hogy még karácsonyra kiárusították. Novembertől karácsonyig előhívtuk, lenyomtattuk, kinyomták a könyvet, és eladták. És azt úgy csinálták, az igazán tipikus hollandok. Mindenki ingyen dolgozott, hát mi is, a nyomdás, a könyvkötő, mindenki. Kétszer egy évben elmentem Párizsba, egy hétre vagy 10 napra. Ott össze-vissza fotografáltam, amit csak tudtam. Rohantam vissza Amsterdamba, kidolgoztam. És részben még Franciaországba is adtam el belőle utólag, és főleg Hollandiába. Ez a Grand Boulevardon készült. Plakátok előtt azt használtam dekorációnak. Erről a kalapról hogy lehet egy képet csinálni, egyáltalán nem volt fotogenik. De így csinosan hat. Mert szomjas volt a hölgy, és kért egy pohár vizet, és akkor láttam, hogy ez jól hat. És mondtam, hogy fogja oda. Na, ez az én indonéz barátnőm, egy gyönyörű nő. Volt kalapdivat modell. Ezt is szeretem, ezt a fotót. Ilyen puha anyagból volt ez a kalap. És ez nagyon jól látszik. Passol a hajához. Vit Palárnak hívták. Ez is ő. Ez meg a Kaiserkracht, egy tea kávé üzlet kirakata. És ezt a kabátot akartam fotografálni, meg a kalapot. Másfajta nyomat, szintén az indonéz barátnő. Poharakkal szerettem játszani. Lehet, mert szeretem az italt. Akkor készek voltak a fotók, akkor elmentem a lapokhoz és a folyóiratokhoz is. Eladtam. Rüdi Fogur Szent Honoré, ez is tükörbe engem is látni. Rolleiflex.
Nekem akkor hosszú hajam volt, kis kontyal. Szőke, nem fehér. Itt a barátom, a rajzoló, és a fodrász, egyik leghíresebb, legdrágább fodrásza volt Párizsnak, Antonio, olasz bácsi. Éppen fogadnak egy Svédországból érkező új modellt. Ezt nem lehetett eladni, mint divatfotót, ez csak egy hobbi fotó. Azért vettem fel még más fotókat is, mert úgy láttam, hogy az egy jó kép. Mi az, hogy egy jó kép? Az attól függ, hogy az ember hogy nézi a világot, nem? Szerintem egy fotográfus az egy vizuális lény, és mindig arra figyel, hogy mi, hogy mit lát. Ezen már sokat gondolkoztam, hogy tulajdonképpen az emberek különbözőek, és nem mindenki vizuális. És azért is nehéz az élete egy fotográfusnak. Mert másképp látja a világot, mint az, aki nem vizuális lény. De hogy ez igaz-e, vagy nem, abban én ehhez nem értek eleget. Én azt hiszem, hogy igen, a szemünk is különböző. Mint ahogy a Cartier-Bresson is mondja, fényképésznek lenni, fotográfusnak lenni, az egy életforma. És ebben az is benne van, hogy mert az ember a szemével, a szemén keresztül veszi tudomásul az életet. És akkor állandóan, amikor nem dolgozok, akkor is, hogyha látok valamit, amiről úgy látom, hogy ez egy kép, amit kár elmulasztani, akkor muszáj lefotografálni. Vagy ha valahol utazok, és ott nem csinálok felvételeket, akkor úgy érzem, hogy hiába voltam ott. De az azt jelenti, hogy az ember egy vizuális lény, nem? Gondolom én. A másik képen ott van az a kisfiú, ugyanilyen kép, itt van egy kisfiú, aki az órát rápréseli az ablakra, és az rajta van az én képemen. Hát azt muszáj volt lefényképezni, mert az annyira meggazdagította ezt a szénát, ezt a jelenetet. Fotográfiai szempontból. Hát muszáj, ha lehet, akkor az ember igyekszik, és ha nem, akkor hány jelenetre emlékszem én most vissza, amiről nincs fotó, és akkor mindig úgy gondolok rá vissza, hogy hát, az a fotó én bennem él, de nem létezik. Ezt elmulasztottam. Három nap és három éjjel hajóztunk fölfele, előbb az Orinokon, aztán az Erevátor folyón, föl a Makritári indiánok falujához. Egy olyan emelvényen volt a falu, a folyó alacsonyabban volt, ahol kikötöttünk, és azt megmondta nekem a missionárius, hogy mikor megérkezünk, nem szabad fotografálni. És nem kell elővenni a fényképezőgépet. Hát ez szomorú, mert az egy nagyon szép kép lett volna, ahogy ott álltak fönn a hegyen. Nem voltak nagyon barátságosak, de ellenségesek se, és veszedelmesek se. Egy-kétszer volt előfordult elő, hogy el kellett menekülni valahonnan, mert agresszívvé váltak. Egyszer, de akkor nem voltam egyedül, a folyón voltam két másik ismerős indiánnal, és az ottani lakók, azok kezdtek nyilazni, meg ez, meg ordibálni, és akkor ők, a társaim, az meg tudták ítélni a helyzetet, hogy ilyen-e vagy amolyan, és azt mondta, hogy innen el kell menni. Akkor pucoltunk csónakkal, de nagyon ritkán. Legtöbbször olyan flegmatikusan fogadta, és fotografálhattam, nem törődtek, azt se tudták, hogy mit csinálok, hogy egy asszony mit csinálhat. Valami túl veszélyeset, nem. Ezek éppen egymással szeretkeztek,
És én kinyitom az ajtót, és rájuk engedem a fényképezőgépet, és így fogadnak. Tök nem csináltak semmi rosszat, és nincs abban semmi. Ez olyan meglepő, de jó, hogy elkaptam azt a pillanatot. De semmi izé nem volt, se nem zavarba nem jöttek, se nem bánták, semmi. Éppen hogy mentem a vonaton, és néztem a csodálatos Andesekbe a tájat, és az üveg, az ablak üvegen keresztül. A fény, olyan szerencsém volt, hogy ilyen csodálatos fénybe ment ez az asszony, és hogy elkaptam egy ilyen sziluett fotót. Ez mind ilyen szabad időbe készült. Kocsival mentünk egyik helyről másikra, én ezeket kellett, hogy fényképezzem, hogy hova, mindenhova vittek be villanyt már, és ezek ott autostoppoltak föl, és vettük őket a végén. És kérdeztük, hova mennek? Mondták, mennek munkát keresni. Szöveg nélkül. Hát nem kell hozzá semmit se szólni. Mit mondjak erről a képről? Hát benne van a szemibe, amit mondhatunk. Hát nem. Még egyet, nyolccal. Köszönöm. Annyival hosszabbnak gondoltam az életet addig, amíg fiatal voltam. Annyira meggyorsult az idő múlása.